Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A múltkor már mutattam egy almát, és az almán volt egy bizonyos jel. A mai napon a gyümölcsös tálban újra találtam egy másik almát, és ezen is van egy jel. Ezt szeretném mutatni nektek. Én elmondom én azt, hogy hogy látom a képeket, de te is leírhatod a kommentárba, hogy mit veszel észre ennél a jelnél, mit mutat számodra. Így most a kezembe veszem az almát. Itt olyan, mintha egy férfi lenne, aki nyitott veled közölni valamit, középen egy szív van, tehát kimutatja az érzelmeit. Ha megfordítom az almát, akkor olyan, mintha lépéseket tenne, de valami nehezet kell neki cipelnie. Megfordítom, így úgy látható, mintha feküdne a földön, és előtte a kép olyan, mint egy ház, lehet, hogy ki akar építeni valamit, vagy foglalkoztatja az otthon, a családi kapcsolat. Az is lehet, hogy otthon van, és ki akarja pihenni magát. Itt olyan, mintha még mindig a földön feküdne, és a középen az a fehér, az a világos színű kép olyan, mint egy B betű. És a lábánál ott van egy kakas, én így látom. És most újra látható a szív, a keze, hogy nyitott, kimutatja az érzelmeit. És mit látsz te a képeken, hogy értelmezed ezt? Örülnék, ha leírnád a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!